Köszöntöm minden kedves hallgatónkat! A mai adásunk vendége Szántó Miklós, jogász, az Alapjogokért Központ jogi elemző és kutatóintézet igazgatója. Köszöntöm vendégünket! Jó napot kívánok, csókolom! Nemrégiben lezajlott a baloldon az előválasztás, melynek célja egy miniszterelnök jelölt indítása volt a konzervatív oldal ellen. Ön is az Alapjogokért Központ hogyan látja az erőviszonyokat? Kinek mekkora esélye van nyerni? Bizonyos szempontból mondhatnám azt cinikusan, hogy a, a a baloldal egész ügyes, mert az előválasztások során önmagát sikerült legyőznie. Már értve ez alatt, hogy pro ugye, egy párton kívüli jelölt nyerte meg a, a, az előválasztás. A legtöbb kutatás, meg a legtöbb mandátumkalkuláció alapján azt látom, hogy ugye arra a kérdésre, amikor azt teszik fel a választópolgáronak, hogy ha most vasárnap lennének a választások, akkor kire szavaznának. Az ilyen kutatások alapján továbbra is a, a, Fidesznek van egyértelmű többsége, és az összes mandátum kalkuláció a listás szavazatok, vagy a listára vonatkozó közönkutatások alapján azt mutatják, hogy egy, egy stabil többsége lenne a fidesz kdm például egy stabil abszolút többsége, szerintem ezt ma nagyon sok jobb oldali aláírná örömmel. A kétharmad az szerintem az elmúlt 11-12 évben egy ilyen folyamatosan ott lévő konyakos megy volt a, megy volt a habostortának a csúcsán, de, de az örökké nyilvánvalóan nem tud tartani. Viszont direkt fog, mondtam úgy az előbbiekben, hogy úgy teszik fel a kérdéseket a kutatásokban, hogy ha most vasárnap lennének a választások. Ez azért lényeges, mert azért a választások tavasszal véletlenül valamikor áprilisban lesznek. Tehát ez egyáltalán nem, nem kényelmeshetett el a, a jobb oldal. A november hónap az, én úgy látom, hogy többé-kevésbé békés volt, de ezt ilyen vihar előtti csendként értékelem. Látszik, hogy az előválasztás után kicsit a, a svungja ö, kihűlt, elillant, elpárolgott a, a baloldalnak, de nem hiszem, hogy ez így fog maradni a közeljövőben. Én azt, azt prognosztizálom most ilyen, ilyen, ilyen lás mintájára, ahogy annó Kuka jelezték előre a GDP növekedést, hogy, hogy a fidesz KDMP győzni fog a választásokon, és fidesz KDMP többségű lesz a parlament, és újra Orbán Viktor fog tudni kormányt alakítani, de ahhoz az egész jobb oldalnak egy iszonyatosan megfeszített harcra és munkára lesz szüksége, mert az elmúlt tizen, mondjuk azt hogy az elmúlt 30 év legdurvább választási kampányának nézünk elébe szerintem, amiben lesz minden nem tudom, mennyire szabad ebben az adásban vulgárisan fogalmazni, de ugye úgy szokták mondani, hogy szarszappan szalámi. Tehát, hogy minden, minden lesz benne. Jelenleg a járványkezelés szempontjából hogyan áll Magyarország? Sikeresnek mondható a magyar kormányoltási programja? Szerintem, szerintem európai meg nemzetközi mércével mérve igen. Azért nagyon nehéz statisztikai számokról konkrétan beszélni, két-két-két szempont miatt is. Az egyik, az egyik az az, hogy hogy, hogy minden szám mögött egy, egy emberi élet van a halálozási statisztikákban, és már egy darab halálozás is pontosan egyel több, mint amennyinek meg kellett volna történnie. Tehát ezért nagyon, nagyon nehéz itt, amikor a különböző rangsorokról beszélünk az átoltottság kapcsán, a mortalitási ráta kapcsán, teljesen érzelemmentesen ezekről szót ejteni. De ha mégis szót kell ejteni, akkor azért az alá kell húzni, hogy a magyar adatszolgáltatás az Európában, de világszerte is az egyik legszigorúbb. Tehát a magyar ö, adatszolg, egészségügyi adatszolgáltatás a COVID-ban elhunytak kapcsán mindenkit besorol COVID ö, áldozatként, aki elhunyt, és covidos. Ez persze, hogy első nem tűnik túl nagy innovációnak, de, de ez azt jelenti, hogy, és most nem akarok szemtelen lenni, hogyha valaki motorbal esetben elveszti az életét, és amúgy a szervezetében ott volt a Covid vírus, most egy szélsőséges példát mondtam, akkor azt a magyar statisztikai adatszolgáltatás Covid áldozatként tünteti fel, szemben mondjuk a legtöbb sejtés, illetve folyosói tudás szerint mondjuk nagyon sok európai országokkal nem nevesítek országokat, de például északi szomszédunknál ez nem így megy. Nagyon sok országban leszűkítik ezt, és azt mondják, hogy csak az a Covid áldozat, aki konkrétan a Covid-nak a szövődményében hunyt el. Tehát egyfelől innen érdemes nézni ezt a most már 30 ezer felett lévő magyar halálozási mutatót, másrészt pedig a, az átoltottságunk, azért a felnőtt lakosság de most már 70%-a felé külszott az átoltottság, szerintem az jó, ugye most már 6 millió 100 ezer felett van a, a, valamilyen oltást kapottaknak a száma, azon belül ugye a harmadik booster rendelkezők száma, ami most már 2 millió, bőven 2 millió felett van abban, abban az EU élmezőnyében vagyunk. Tehát szerintem ebből a és rendelkezésre áll minden. Tehát a bármennyi kritika is érte a kormánynak a, az egészségügyi ö, infrastruktúra felkészítő tevékenységét, intenzív ágyakból, lélegeztetőgépekből, PCR-tesztekből, és legfőképpen oltásokból elegendő van Magyarországon. Ö, az, hogy hullámzik az oltakozási kezdvépen most, hogy az oltási akció hét meg a következő oltási akciónapok kapcsán láthatóan megy fel, tehát most újra naponta sok tízezerrel bővül azoknak a száma, akik felvezik az oltást. Ez szerintem azért is nagy szó, mert azt nem lehet elfelejteni, hogy tavaly novembertől kezdődően a baloldal a jobbiktól elkezdve a posztkommunista pártig és a, a neomarxista liberális pártokig, DK -ig Momentumig bezárólag, elkezdtek úszítani az oltások ellen. Tehát a politikai memória az persze véges, és már nehezen emlékszünk egy pár hónappal ezelőtti eseményre is, de tavaly novembertől, tehát 2020 novemberétől fogva, úgy a kínai, mind az orosz oltások ellen folyamatos volt a Hergelés, azoknak a hatékonyságának a relativizálása. Jakab Péter kínai cuccokról beszélt a demokratikus koalíció kampányt, tehát hivatalos kampányt, és indított és petíciót indított a kínai oltások ellen fekete Győr András kijelentette, hogy ő, ő soha nem oltatná be magát orosz vakcinával, és ez nem, nem tanácsolja senkinek, se ezt még hosszasan lehetne sorolni. Az Alapjogér Központ csinált egy, jól emlékszem, hat oldalas gyűjtést a különböző baloldali oltás ellenes nyilatkozatokról, és ez hosszú hónapokig ment, még a tavalyi év elején bőven, ez a, ez a lázítás, és nem teljesen világos ilyen um, szociálpszichológiai jelenség, hogyha egy oltás kapcsán, egy adott oltás kapcsán elkezdődik az elbizonytalanítás, és elhelyezik az emberek fejébe, hogy, hogy itt, itt, valami gond van, az már nem úgy ragad meg nagyon sokaknál szerintem, hogy most konkrétan a Sputnikról vagy a Sinopharmról mondták ezt, amelyekről mindegyikről bebizonyosodott, hogy nem igaz. És már a nyugati országok is elkezdték engedni az utazást a kínai meg az orosz vakcinával beoltottak esetében, tehát elfogadják majd ezeket az oltásokat de hogyha elhelyezik az ember fejében azt, hogy itt, itt valamelyik ilyen fura nevű oltás, az, most az AstraZeneca, a Janssen, a Sinopharm, a Sputnik, bármely, az a valami gond lehet. Valami, 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 valami nincsen azzal rendben, az az egész oltakozásra kihat. És ezért volt nagyon-nagyon felelőtlen a baloldal, amikor ezt elkezdte, és hogyha mondom, hozzáteszem ezt, hogy Magyarországon elég magas az átoltottság. A harmadik boosteroltások tekintetében az egyik legmagasabb, vagy hanem a legmagasabb az Európai Unióban, és volt egy nagyon intenzív voltás ellenes kampány a baloldal részéről, akkor szerintem sikeresnek nevezhető a dolog. Azzal együtt mondom, hogy egy ember illetének az elvesztése is eh, tragédia, és pláne politikai döntéshozói szempontból szerintem erkölcsileg is nagyon-nagyon vészterhes időszakban vagyunk, mert nagyon nehéz bármelyik országban, nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt a egészségügyi, meg a, meg a gazdasági válságkezelés között. És ugye az emberek jól látható bármilyen kutatásból, hogy ez a hangulat az ilyen színusz-koszínusz görbe mintájára hullámzik. Tehát egyszer van egy nagyon nagy félelem az egészségügyi következményektől, másik oldalon pedig, főleg mondjuk zárások, leállások után vagy közben, egy felerősödő félelem a gazdasági hatásoktól. És e kettő között kell a politikusoknak bármely országban most én nagyon-nagyon kényes egyensúlyt megtalálniuk, hogy óvják az embereknek és a társadalomnak is általában az egészségi helyzetét. Erre a legjobb eszköz az oltás, itt nincs, nincs szerintem mese. Másik oldalról pedig életben tartsák a gazdaságot. Most, ha a magyar helyzetet nézem, akkor az egészségügyi rendszer működik. Ami nézem, mondjuk Olaszországot, Belgiumot, csomó nyugat-európai országot, most kell Romániáról ne beszéljünk, ahol effektíve összeomlott az egészségügy, a Covid nyomás miatt. Magyar egészségügyi infrastruktúra működik, a kórházak működnek, az orvosok ápolónők, iszonyatos erőbedobással de, de dolgoznak, megfelelő infrastruktúra rendelkezésre áll, és mellette a magyar gazdaságnak a mutatói, mind ö, úgy idén, mind pedig jövő évben top kategóriásak az Európai ö, Unióban, és én mindig itt azt szokták hozni, hogy de hát az államadóság elszállt. Tök jó. Magyarországon az államadóság kb. 80 százalék most, ott állunk, amikor a, mint amikor az Orbán kormány átvette 2010-ben, onnan sikerült levinni ugye 70 százalék alá, most visszament a válság miatt 80 százalék fölé, rendben, de akkor nézzük meg az olasz, a spanyol, a francia, a görög államadósságokat 120-130-140 százalékon állnak. Tehát persze én értem, hogy egy válság után, ha 70-ről 80-ra visszamegy egy ország a magyarországi, akkor az nem jó. Ez tény, hogy nem jó. De ha megnézem más országok hogyan állnak, akkor, akkor a magyar államadóság még mindig jobb kategóriákban van, és az államadóság szerkezete is. Tehát a külföldi, a külföldi kitettség radikálisan csökkent, és az, hogy magyar állampolgárok vagy magyar befektetők finanszírozzák a magyar államadóságot, az egy, az egy, egészséges dolog szerintem. Tehát, tehát összességében így látom, így látom ezt a helyzetet. Én bízom benne, hogy ki ebből az egészből, nem akarok most ilyen, ilyen, ilyen ö, ö, pandémia szakértőként feltűnni, mert, mert, nem vagyok az, de mindegyik hozzáértő orvos meg szakértő azt mondja, hogy hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy ez a vírus valamilyen módon az életünk része marad, és lehet, hogy minden évben fel kell vennünk az oltást. A Black Lives Matter nevű mozgalom már tavaly óta szakadatlanul folyik. Ön szerint alapvetően mi a baj ezzel a mozgalommal? Továbbá meddig fogunk még híreket hallani a BLM megmozdulásokról? Én ezt a BLM nevű vandál, ugye úgy hívják magukat, hogy ilyen social justice for work, tehát társadalmi igazságharcosok. Én ezt inkább egy, egy, egy szimptomának látom tünetnek látom annak a kifejeződéseként, hogy most vagy, nem tudom, van vagy valami öngyilkossági hajlamból, vagy valami teljesen félreértelmezett ö, ö, bűntudatból fakadóan a nyugat el akarja törölni a saját történelmét. Ugye mert az alapállítás az az, a BLM ennek csak a radikális kifejeződése, ugye az újhullámos ilyen neomarxista liberális alapállítás az az, hogy a nyugati civilizáció történelmét alapvetően keresztény heteroszexuális fehér férfiak csinálták, meg, meg írták, és hát nyilvánvalóan ebből fakadóan ez a történelem, ez rasszista. Ez bűnös, ez kirekesztő tehertételekkel sújtott, mert hogy nem volt elég inkluzív, nem volt elég befogadó, nem volt elég toleráns, nem fogadta a másságot a történelem. És ebből fakadóan, hát vagy ahogy a kommunisták mondtad, hogy a múltat végképp eltörölni, el kell törölni, vagy pedig radikálisan át kell írni. és, és ennek az összes olyan dolog, a kivetülése, ami arról szól, hogy akkor írjuk át a történelemkönyveket, nevezzünk át közterületeket, döntsünk le szobrokat, cseréljük le a különböző neves államférfiak nevét viselő intézményeknek a megjelölését, és általában pusztítsunk el mindent, ami a múltunkhoz kapcsolódik. Ez, ez, ennek, a, ez ennek a része, és ugye a Bélem az nagyjából erről szól, kicsit kiterjesztve ilyen társadalmi értelemben is hogy alapvetően nem csak a múltat kell lerombolni, hanem a jelent is, mert a jelen is e, ilyen, e, hogy szokták ezt mondani, elnyomó struktúrák alapján működik, e, mert, hogy, mert hogy a különböző másságokat, a különböző e, divers társadalmi viszonyokat nem eléggé e, mutatja meg, vagy nem eléggé képezi le a fennálló hatalmi struktúra. És akkor ennek egyik eszköze az, hogy e, Mondom, akár közterületeken, akár az oktatásban, a gyermeknevelésben elkezdik megmásítani a múltat, a szórakoztatóiparban is, tehát a hollywoodi filmgyártás is ráállt már arra, hogy történelmi filmekben megmutatják az etnikai sokszínűséget a középkori Angliából, miközben ott nem igazán volt etnikai sokszínűség abban az értelemben, hogy az uralkodó osztály az nem volt etnikailag sokszínű. Mert ilyen volt a történelem. A másik része pedig, pedig nyilvánvalóan az, hogy ezt az egész, ez egy érzékenyítés, ezt az egész érzékenyítést átviszik a, a jelenkorba is, ugye megnézzük az amerikai mostani különböző tagállami választásokat, amelyek zajlottak, ott két kiemelt téma volt, az egyik az, egyik az a genderügy, Ugye ott is arról van szó, hogy ki akarják venni szövetségi Biden adminisztráció támogatásával a gyermekek nevelésének, ideértve szexuális nevelésének a jogát a szülőktől, és kizárólag azt mondani, hogy csak az iskolában lehet ilyet, vagy az a mérvadó, hogyha ütközik a szülőjoga meg az iskolai tananyag, és az iskolai tananyag már kellőképpen progresszív. A másik pedig ez a kritikai fajelmélet, ami kapcsolódik szervesen az egész BLM ideológiához, ami konkrétan azt mondja, hogy a, most hogy mondjam, szélsőségesnek fog tűnni a példa, de, de az USA-ban, meg Nyugat-Európában csomó helyen már ezen megy a vita, hogy azt oktatják fehér gyerekeknek, hogy ti bűnösek vagytok. E, és a miért kérdésre az a válasz, hogy azért, mert fehér a bőrötök. E, tehát ugye ez, ez, a másik kitüremkedése, vagy a másik dimenziója ennek az egész a BLM által fémjelzett társadalmi igazságharcnak, és szerintem ez, ez nem csak őrült és, és iszonyatosan veszélyes, és ezer szempontból a civilizációs öngyilkosságra trenníroz, mert hogyha valaki megtagadja a múltját, nem akarja ismerni a múltját, vagy, vagy át akarja azt írni, akkor a saját gyökereit írtja ki, vagy vágja el. Szóval az van az a legszürreálisabb a BLM kapcsán, hogy Éppen Martin Luther King, a neves fekete néger polgárjogi harcos mondta azt, hogy a bőrszín kapcsán színvaknak kell lenni. Úgyhogy azt mondta, hogy ne a bőrszín számítson, és erre most azt látjuk, hogy ez az új típusú magát antirasszistának nevező, de valójában rasszista gyakorlatot meghonosító Black Lives Matter, meg ez az egész kritikai fajelmélet, meg ez az egész, igazából ha nagyképet nézzük, a politikai korrektség, meg a pozitív diszkrimináció, az, az, visszatért oda, hogy a bőrszint nézik. És a bőrszín alapján minősítenek, ami szerintem roppant túl veszélyes, mert, mert láttuk már ö, nyugaton, hogy a, vagy a mi civilizációnkban, hogy a, az osztályhovatartozáson, a fai hovatartozáson, etnikai hovatartozáson alapuló ö, megkülönböztetés, bármennyire is adták a legelején azokat úgy el, hogy az az igazságot szolgálja, meg csak meglévő hátrányokat kompenzál, az mindig tragédiába futott ki. Engem az döbbentett meg a BLM-ben konkrétan magában igazából, hogy, hogy, hogy hihetetlen szélvész gyorsasággal hatolt át az Atlanti óceánon és jelent meg Európában. Tehát, amikor elkezdődtek a törézzúzások, vandalizmusok, az utcai erőszak, az, hogy Amerikában konkrétan volt egy város, város negyed ugye uh, ahol ilyen fekete paramilitáris egységek átvették a hatalmat, és, és, azt mondták, hogy, hogy, hogy ott nincs fennhatósága se a szövetségi államok, se a tagállamok, se az önkormányzatnak, uh, meg hát egyéb brutális cselekmények kezdtek el ugye történni, fizikai erőszakra gondolok, uh, ez a tendencia talán két hét alatt átért tavaly nyáron Nyugat-Európába, és ugyanúgy megindult Londonban, Franciaországban, Németországban, és ugyanaz a közterület, Belgiumban is. Ugyanaz a közterületi vandalizmus. Aztán ez mutatja, hogy mennyire könnyen importálhatóak ezek a modern, progresszív magukat haladónak minősítő eszmék. Megpróbálkozott ezzel a momentum is itthon. Tehát volt egy párnapos felhevülés, amikor a. Black Lives Matter-t megpróbálták úgy megmarketingelni, hogy Roma Lives Matter, és erre egy mozgalmat építeni. Ez nagyon hamar ö, kifulladt. Én nem hiszem, hogy a magyarországi cigányság ezzel a típusú, ö, valójában rasszista és vandál attitűddel szimpatizálna, vagy a magáinak tudná érezni. De arra, arra eklatáns példa szerintem az egész képlet, hogy milyen gyorsan tudja, a széles értelem vett nyílt társadalom hálózata a maga eszközeit egyik helyről a másikra importálni, és ott társadalmi feszültséget kelteni. Ezt nyilvánvalóan előszeretettel alkalmazták máshol is ezt a proxy háborút, vagy, vagy puha hadviselést olyan területeken, ahol választások közeledtek. Nem pont ennek kapcsán, de én egyáltalán nem zárom ki az, sőt, hogy a, hogy a, magyar választások kapcsán is lesz. nyomásgyakorlás biztos lesz. Ö, külföldi beavatkozás már van, mert hogyha végignézem, akkor, akkor Deutsche Welle magyar adást indított, a Euronews magyar adást indított, az, EU, az amerikai külügyminisztérium minisztérium újságíró ösztöndíjakat finanszíroz baloldali magyar orgánumoknak, az Európai Unió különböző szervezetei ö, ilyen szakértő rovatokat támogatnak balos online sajtótermékeknél. Nem is tudom, mi volt egy legutóbbi kezdeményezés, ami, ja igen, ugye volt, a, volt hogy az európai hírűnökségek összeállnak kifejezetten olyan országokra tekintettel, ahol nincs megfelelően Objektív hírszolgáltatás, hogy hírszolgáltatást tudjanak nyújtani és valós információkkal ellátni a demokrácia kapcsán kihívásokkal küzdő országokat, például Lengyelországot vagy Magyarországot, és ez összes jelző persze ironikusan értettem, és, ö, és az Európai Bizottság nemrég hirdette meg egy pár héttel ezelőtt azt az ilyen választási és média csomagját, aminek számos elem, a része, hogy ilyen páneurópai pártokat jobban kell megerősíteni, meg hogy az európai parlamenti választásoknak sokkal ta, ö, mélyebb gyökerei legyenek a tagállamokban, de része az is, hogy az európai különböző ö, politikával vagy választási kampányokkal összefüggő médiaszabályozásba és kommunikációba az Európai Uniónak nagyobb beleszólást szeretne. Ez mind arra utal hogy kezdik megteremteni a felületeket, a lehetőséget arról, hogy a magyar választásba beavatkozzanak majd. És akkor most itt ne térjünk ki a, a idő hiánya véget a különböző szolgálati eszközökkel való beavatkozási lehetőségekre. A Black Lives Matter-rel kapcsolatban jutott eszembe a beszélgetés alatt, hogy azon csodálkozni, hogy a Black Friday-t még nem akarták megtámadni és eltiporni, tekintve annak is vannak egyébként történelmi konnotációi, és igen. Azért nem nevetek már ezeken a dolgokon, mert az Alapjókért Központnál jó pár évvel ezelőtt elkezdtünk csinálni egy Bolondjukból című ilyen hírszemlét, ami a nyugati politikailag korrekt bornírtságokat a nyugati sajtóból ö, szemlézte. genderűrület kapcsán, politikai korrektség kapcsán, a cancel culture kapcsán, ugye ez az eltörlés kultúrája, meg egyebek kapcsán és az elején mi is úgy nevettünk, és azt mondtuk, hogy hát ezek a marhasságok ide Magyarországra biztos, hogy nem érhetnek el, mert, 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 mert lehetetlen, mert annyira szürreális az, hogy egyetemi oktatókat rugnak ki a katedráról, mert nem hajlandó gendersemleges névmást használni az oktatói esetében, vagy hogy eljárások indulnak oktatási intézmények ellen, mert nincs gendersemleges mosdó, vagy nem tudom, hasonló dolgok, de sajnos azt látjuk az elmúlt időszakban, hogy Magyarországra is begyűrűzött ez, a, ez az elmebaj. Számos példát lehetne hozni az érzékenyítő mesekonyvektől elkezdve, sajnos az ombudsman tevékenységéig, aki legutóbb megbírságolt egy munkáltatót, mert nem biztosított gendersemleges mosdót a, a transznemi munkavállaló számára. De, de csak itt a, a, ugye Black Friday hangzott el, hát azt elkezdték csinálni e, ilyen különböző kozmetikai termékeket áruló cégek, hogy a, az eddig bevett szlogeneket, vagy márka neveket, amelyek a fehérségre utaltak, vagy a, vagy a fehér tisztaságra utaltak, tehát hogy fogkrém fogkrémtől fehér lesz az embernek a foga, ezeket elkezdték kivenni. A reklám szlogenekből, a nevekből ugye a, a az Uncle Bench is ugye új logót és új nevet kapott, mert ugye ezeket rasszistának minősítették. Tehát itt érezzük azt, hogy, hogy, hogy én már rég nem a toleranciáról meg a megértésről van szó, ezek kapcsán nem egy ilyen új típusú őrületről, amely mindenhol elnyomott csoportokat vél felfedezni. Ha nem találna ilyet, akkor kreál egyet, és az ő nevükben, de sokszor a megkérdezésük nélkül harcot hirdet. Egy régi, mondjam, ezek, ezek marxista képletek, a nagyszüleink, dédszüleink ezekre meg bűve bűven emlékeznek. Az idők lehető változnak, de a módszerek nem. Ugye ahogy szóval mondjam, a kommunista nem vész el, csak átalakul. Magyarországot és a magyar társadalmat gyakran támadják azzal, főleg a migránsválság óta, hogy rasszista. Ennek ön szerint van alapja? Nagyon mókás az ilyen kritikákat olvasni azoktól, akár nemzetközi, akár magyar szinten, akik rasszistákkal, antiszemitákkal, nácikkal fognak össze. Tehát az, hogy szinten az Alapjogokért Központ csinált egy elég ö, mély kutatás, sajtószemlét, hogy a jobbikhoz hogyan viszonyultak a, a balliberális pártok 2017-18 előtt, és, és egy hát nyilvánvalóan azt találtuk, hogy ö, a Jobbikot be akarták ugye tiltani, ilyen kordon sanitaire, tehát ilyen alá akarták helyezni, mint pártot meg akarták szüntetni, arra hívta fel a demokratikus koalíció a legfőbb ügyészt, hogy indítson eljárást a párt ellen, már a Jobbik ellen is ő szüntesse be a Jobbikot. Ezernyi tüntetés volt az MSP szervezésében a Jobbik ellen, hogy a jobbik náci, a jobbik rasszista, a jobbik antiszemita, stb. Ö és, és emlékezhetünk arra is, hogy, hogy ez az a párt, ez az a jobbik, amelynek a, az elnök helyettese, a mai elnök, mai napig elnök helyettes és európai parlamenti képviselője, Gyöngyösi Márton, 6-7 évvel ezelőtt arról értekezett a Magyarország gyűlésen, egyik felszólalásában, hogy listázni kellene a kormány és az országgyűlés zsidó származású tagjait, mert hogy ezek ö, nemzetbiztonsági veszélyt jelentenek az országra. Mondta ez Gyöngyi Nem izraeli állampolgárokról beszélt, nem kettős állampolgárokról beszélt, hanem a zsidó származású kormánytagokat és képviselőket. És ez a pasas, mondom, ma is aktív frontvonalbeli politikusa a Jobbiknak, és most hirtelen kiderült róluk, hogy bár tegnap még nácik voltak, mára már demokraták lettek, és uh, Gyurcsány Ferenc, az MSP ugyanazok a politikusok, akik pár évvel ezelőtt tüntetést szerveztek a jobbik ellen, uh, azok most vígan együtt vannak velük. Van ez a József Attila vers, hogy uh, talán dünnyük egy új mesét, fasiszta kommunizmusét. Picit ez jut nekem ilyenkor az eszembe, hogy a nemzetközi meg a nemzeti szocializmus az sajnos korábban is a történelem során összeért, lásd a Molotov-Ribbentrop most is ezt láthatjuk. Az egészen ugye, a, ugye erkölcsileg is nagyon szomorú ezt látni, meg hát a kettős mércét iszonyatosan érzékelteti, úgy, hogy mindeközben a magyar kormány és a magyar kultúrpolitika és egyházpolitika jóvoltából effektívek zsidó reneszánsz van Budapesten és Magyarországon, a, kultúr, a zsidó kulturális örökség, már a fizikai örökség, épített örökség megújul, a zsidó kulturális élet virágzik. Magyarországon nincsenek olyan problémák, mint amit talán tavalyi év során, ha jól emlékszem, a berlini főpolgármester jelzett a saját városa kapcsán, hogy nem nagyon tanácsolja a zsidó vallásúaknak, hogy ő ortodox öltözetben vagy kipával utcára menjenek, mert meg lehet az a veszély, fizikai atrocitás éri őket, és Magyarországon ilyesmiről nincsen szó. És az is nagyon munkás szerintem, hogy azok vádolják Magyarországot antiszemitizmussal, rasszizmussal, meg, 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 meg egyebekkel, aki meg a nemzetközi politikában az elmúlt években fősodorba hozták be azt a korábbi alternatív balos... Eh, Külpolitikai irányvonalat, amely Izraelt egy bűnös, rasszista diktatúrának tekinti, és kizárólag a palesztinok és az arabok érdekeit tekinti elsődlegesnek. Ma ezt láthatjuk az ez Európai Unióban, ez a fősodor. Izraelt folyamatosan elítélik, és folyamatosan vádolják, és folyamatosan diktatúrának minősítik. Netanyahu miatt érzett korábbi antipátia miatt is, de úgy általánosságban, és teljesen egyértelműen a, 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 azok mellé állnak, akik valójában Izrael állam létjogosultságát vonják kétségbe a közelkeleti arabok és palesztinok mellé. Nagyon-nagyon fogy, ez a kettőt összerakom. Tehát, hogy azok beszélnek belföldön antiszemitizm, a magyar kormány antiszemita tendenciáiról, akik amúgy a jobbikkal vannak szövetségben, és nemzetközi szinten az a baloldal riogat Magyarország kapcsán rasszizmussal, akik effektíve rasszista politikát folytatnak Izrael ellen, ez nem alapvetően kérdőjelezi meg a hihetőséget ezeknek a vádaknak. Köszönjük Szántó Miklósnak, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Én örülök, hogy itt lehettem. Kedves hallgatóinak pedig, hogy ma is velünk tartottak. Továbbra is kövessétek a Reaktor Facebook oldalát. Podcastjeinket meghallgathatjátok YouTube-on, Apple Podcast-en és Spotify-on. Sziasztok! you <music>